A küzdelem a nagyokat meghazudtoló módon zajlik az utánpótláskorúak között. Számukra mindennapos esemény lesz ilyen körülmények között játszani. A bátaszéki sportfejlesztések az elmúlt esztendőben megteremtették a lehetőségét a rendszeres mozgásra, a verseny és a tömegsport szintjén is. És ez az, amivel a legtöbbet tudunk tenni a jövő nemzedékéért, mondta Bozsodik Róbert polgármester a műfüves pálya átadóján. Azt gondolom, hogy a városunk az elmúlt 5 esztendőben nagyon sok mindent megtett annak érdekében, hogy adott esetben az a sportpálya, vagy a város egyéb sportlétesítményei is fejlődjenek, megújuljanak. Ez fontos. Nehéz döntés minden önkormányzatban, hogy mibe fektessen, mire költse a pénzét. A sportba fektetni kifizetődő, mondta Süli János miniszter, a Tolnamegyei Labdarúgó Szövetség elnöke. Gratulálok azért a polgármesternek, testületnek, hogy ugye azhoz mindig vita van, hogy akkor avatalozót kell felújítani, járdát, utat, iskolát, kultúrházat, mind fontos, de ebben ugyanolyan fontos a sport is. A pálya a város sportvezetőinek reményei szerint egy mérföldkő lesz bátaszék sport életében. A világítás révén és a feltételek révén tényleg azt mondhatom, hogy majd, hogy nem 0-24-ben használható ez a pálya, és örülnénk is, hogyha kihasználnák. Annak én személy szerint nagyon örülnék, ha nem csak a sportegyesület, hanem civilek is lehetőséget kapnának arra, hogy használják ezt a pályát nyilván megfelelő feltételekkel, és úgy, hogy vigyázva rá, mert ez a miénk, és azért ezt még nagyon sokáig szeretnénk használni.